A Liget Műhely kiadó gondozásában jelent meg Benne Zoltán író legújabb műve, az Érdemes Nemes Rózsa Sándor kalandjai című betyárpikareszk. Ennek az alkotásnak a bemutatójára került sor a József Attila Városi Könyvtárban, ahol Nagy Gábor néprajzkutató beszélgetett a szerzővel a könyvről. A régi szereplőhöz és történethez visszanyúló műben fontos, hogy valami újat adjon ezekhez hozzá, amellett, hogy természetesen visszautal a múlt vonatkozásaira. Minden történet jó, hogyha újra meséljük. Azért, mert akkor él. A jó történetek, a jó mítoszok, a jó mesék, azok újra és újra elmeséltetik magukat. Egyszerűen azért, mert közben halad az idő, változik a társadalmi, gazdasági és egyéb környezet, és ezek a történetek, ezek nyilván azok reagálnak ezekre a változásokra, hiszen kapcsolatban állnak a világgal, el akarnak mondani valamit a világról, valami közlendőjük van a világról, és ezért nem merevedhetnek meg, nem válhatnak múzeális tárgyá, változniuk kell. Éppen ezért szerintem az a jó, hogyha egy történetet újra és újra elmesélnek. Mint mondta, azzal is éreztetni szerette volna a különbséget az eredeti hőstől, hogy nevét a műben egybeírta, a könyvben inkább egyfajta Rózsa Sándor eszencia tárul az olvasó elé. Jellemző rá a humor és a könnyed történetvezetés, a benne található illusztrációk jól kommunikálnak a szöveggel. Az alkotás igen sokoldalú, ezért célközönségét nehéz behatárolni. Ha olvassuk, majdnem meseként hat-hat, de vannak olyan részletek, illetve olyan fontosabb események, amik már azt is megmutatják, hogy igazából ez idősebb korosztály számára és felnőtt idős korosztály számára is ugyanúgy élvezhető, olvasható, és én ajánlom mindenkinek, az az igazság. Benne Zoltán munkássága csak úgy, mint maga az említett mű üde színfoltját képezi a kortárs magyar irodalomnak. Egyediségének és közérthetőségének köszönhetően minden befogadó számára kiváló szórakozást nyújt.